Három éve készítjük a Matével azt a megállapodást, amelyik elsősorban arról szól, hogy a Mate, mint egy egyetemi központ, egy képzési csomagot készített a mi segítségünkkel, amivel a már jelentkező horgász, vezető és halas gazdálkodással foglalkozó szakember képzésben nyújt új lehetőséget az egyetemre készülőknek. Mi fogjuk Matével közösen megmondani, hogy mire van szükségünk, milyen képzettséget szeretnénk adni ezeknek az embereknek, ők pedig a saját autonómiájuknak megfelelően elkészítik a hozzá szükséges egyetemi képzési feltételeket. Egy egyetemi központ nem csak attól fontos, hogy itt embereket képeznek, hanem egy kutató munka is folyik. A Maténak nagyon régóta próbáljuk rágni a fülét abban kapcsolatban, hogy a vizekbe kerülő etetőanyagokkal kapcsolatban egy egységes standard kerüljön kialakítása. Ha egy állattartó telepet megnézünk, ott ha egy takarmányt kap egy állat, annak a takarmány készítésének pontos standardje van. A halak etetésével kapcsolatban ez a dolog még nincs meg, és azt szeretnénk elérni. Kerüljön ki munkálásra egy olyan feladatterv, ami után bárki vásárol Magyarországon etetőanyagot vagy csalit, akkor pontosan tudja, hogy milyen alkotó elemei vannak, mit tartalmaz egészségügyi kockázatokkal és hasonlóakkal. Mi azt szeretnénk, hogyha a vizeket ezek az etetőanyagok nem rongálnák, csak olyan kerülne bele, amelyik utána hasznosul a halakban, és utána nem lesz belőle semmiféle probléma. A másik a horgász guide-ok és sportturisztikai szakembereknek a képzése. Ez is az egyetemmel kötött megállapodás része, és a harmadik, amit a testnevelési egyetemmel szeretnénk majd megkötni, amelyik a sportvezetők, sportegészségügy és mindenféle más mentális képzéssel kapcsolatos lehetőség, amit a testnevelési egyetem tud a számunkra biztosítani. Természetesen ennek az évnek a legfontosabb feltételei mégiscsak azok, hogy a horgászok számára, minden horgász számára olyan feltételeket biztosítsunk, hogyha a vizek partján vagy a vizeken vannak, akkor a legtöbb élményt és a legtöbb horgász lehetőséget tudják kihasználni. Ehhez az okmányolást megváltoztatjuk, teljesen digitalizáljuk, már csak az kell, hogy néhány hét múlva, akár egy applikációval, néhány kattintással azonnal regisztrálható módon pontosan tudható, hogy hol horgászik, van-e hozzá megfelelő jogosultsága, és hogyha akarja, akkor azonnal föl tudja tölteni a fogását egy fogási naplóba. Ezzel a digitális világgal azt tudjuk elérni, hogy akár hetente, naponta is meg tudjuk nézni, hogy mekkora fogyás volt egy-egy halfajból. Az oktatás, képzés, kutatás terén aláírt együttműködés mellett a MOHOSZ elnöke egy eddig a szövetség életét több szempontból is hátrányosan érintő jogi háttér tisztázásáról is beszámolhatott. Az ország legnagyobb civil szervezete voltunk, a civil törvény hatály alá eső szervezet. 1186 tagegyesülettel, 26 területi szervezettel, 17 speciális jogállású szervezettel, és emellett pedig mintegy 3000 kiemelt versenyzői státusszal, kártyával rendelkező sportegyesület is, amelyben azért lényegesen többen versenyeztek. Ez pedig a sporttörvény hatálya alá tartozik, és a sportág finanszírozása, meg az egyesület finanszírozási lehetőségei között voltak jogi aggályok, amiket az elmúlt években nem sikerült még rendezni. Éppen ezért volt mindig az kérdés, hogy mondjuk a nem olimpiai sportágak támogatásában mi részt tudunk venni, vagy nem tudunk. Ezt a tavalyi évvége elfogadott jogszabálycsomag ezt rendezte. Rendeztem még amellett ezeket a digitális okmányolókkal kapcsolatos kérdéseket is. Február elején jelent meg a miniszteri rendelet, tehát innentől kezdve ezek a jogi aggályok megszűntek. Ez egy nagyon fontos lépés volt nekünk.